Ilyen lesz nálunk a karácsony címmel rajzpályázatot hirdetett az Újpesti Napló gyerekeknek. Az ifjú művészek csokit kaptak meglepetésként. Immáron véget ért a december hónapban meghirdetett, az Újpesti Naplóban szereplő rajzpályázat, Ilyen lesz a karácsony nálunk címmel kértük a gyerekeket, hogy készítsenek nekünk szabadon választott technikával képeket. Íme néhány. Took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? Ugye milyen szépek? Felhívásunkra ugyanis több száz festmény és rajz érkezett. Mindezért szerkesztőségünk úgy döntött, hogy a pályamunkákat kiállítjuk, és mindenki jutalmat kap. Fogtunk jó pár óriás dobozt, teletömtük finomabbnál finomabb táblás csokikkal, és nyakunkba vettük Újpestet, hogy mindenki megkaphassa érte az ajándékát. Elsőként a Benne Ferenc általános iskolába érkeztünk meg, és bár mindenhol épp zajlottak a tanítási órák, most szerencsénk volt. Egy kis művészünkkel sikerült összefutnunk, ő pedig nem volt más, mint a harmadik A-osztályos Kessler Noémi személyesen. Az egyiknek mondta az anyukám, hogy volt egy ilyen rajzpályázat, és akkor én elkezdtem rá rajzolni a rajziskolában. Pontosan ezt. A csokit persze Noémi is szereti, elsőként így ő választhatott a dobozkánkból, melyet a sulia pályázóinak hoztunk. A tejcsokoládé, de az bármilyen íz van. Ebből pedig volt nálunk bőven. A karinti suliból a harmadik A-osztály tanulói küldték el rajzaikat. Az igazgatónő nagyon kedvesen fogadott bennünket, és még az osztályba is elkísért bennünket, hogy személyesen vigyük be nekik a jutalomédességet. Sietnünk kellett, hogy még karácsonyi szünet előtt minél többen megkaphassák a csokit, így robogtunk tovább a Halasi Olivér általános iskolába. Bár sajnos még mindenkihez nem sikerült eljuttatnunk a jutalmát, de ígérjük, hamarosan megérkezünk mindenkihez. És még egy fontos dolog. Szerkesztőségünk, ahogy említettem korábban is, úgy döntött, a beérkezett műveket kiállítja. Így amellett, hogy a pályamunkák felkerültek az Újpest Káposztás Megyer Facebook oldalra, minden pályázó műve díjmentesen megtekinthető lesz 2015. január 5-e és 31-e között az Ady Endre Művelődési Ház aulájában. Ők kis tehetségünknek pedig ezúton kívánunk boldog karácsonyt, valamint hogy a megrajzolt ajándék kívánságaik teljesüljenek.